Bécsi Egyetemen mindig is hagyománya volt a szaporodással kapcsolatos szabályozási zavarok vizsgálatának. Mi magunk 7-8 éve kezdtünk el, elsődlegesen a szülész kollégákkal, laboratóriumi kollégákkal, kutatókkal együtt tevékenykedni. Ez a harmadik ilyen nagy pályázatunk, és egyre növekvő csapat van körülöttünk, ez jelzi, hogy sokan érdeklődnek az egyetemen belül is. Jelenleg 3 karunk, 13 munkacsoportja dolgozik együtt az egyetemen belül, és 20 fölötti külső partnerünk van. Tulajdonképpen azt realizáljuk, hogy az ember reprodukciójának, szaporodásának óriási gondjai vannak, és ezek a gondok növekszenek minden orvosi ténykedés ellenére. Ma a civilizált világban azon párok 15%-a, akik szeretnének gyermeket, nem fognak ebben az áldásban részesülni, és ebben a 15%-ban már benne van a teljes modern orvostudomány segítsége. Mi azt feltételezzük és azt szeretnénk elérni, hogy innovatív technológiák, élvonalbeli módszerek további behozatalával és a kollaborációnak a kialakításával beljebb tudjunk lépni, és a 15% alá lehessen szorítani. Ez a 15% 300 ezer gyerek Magyarországon. Ez egy rendkívül sokoldalú dolog, hiszen legalább érintett kb. Egyforma arányban az édesanya, az édesapa és a magzat. Ebből eredően szülészekkel dolgozunk együtt, urológusokkal, andrológusokkal dolgozunk együtt, gyermekgyógyászokkal, immunológusokkal, belgyógyászokkal, genetikusokkal, endokrinológusokkal, és hát így állítottuk föl ezt a programot. A Nemzeti Labor az nem csak egy elméleti kutatóhely, bár a munkánkat azzal fogják mérni, hogy hány dolgozatot milyen jó helyeken tudunk leközölni, de egy másik mérőszám az a való világgal, a gazdasági élettel való kapcsolatrendszerünk. Ebben is van egyetemi hagyomány, nekünk is van a korábbi pályázatainkból 5 vagy 6 szabadalmunk, azonban azt kell realizálni, hogy ennek az innovációs láncnak az egyetemek tulajdonképpen az első részében vannak igazán otthon. Az alapkutatással érintkező innovatív ötleteknek a kimunkálásával. És aztán lesz egy későbbi fázis, az iparhoz közeli innováció. Hát itt nekünk az ipari kapcsolat megteremtése ezért is rendkívül fontos, de ez már a legvégső fázis, az már ipari szakembereknek a feladata. Tudok ilyet mondani, az előző pályázatunkból kidolgoztunk egy olyan diagnosztikai berendezést, amit még finomítanunk kell, meg kell, hogy mondjam, de szeretnénk a szülészeteken lehelyezni, és olyan kiegészítő diagnosztikai méréseket lehet végezni, amivel a mesterséges megtermékenyítés siker esélyét lehetne növelni. Ilyen és ehhez hasonló nagyon sokfajta ötletünk van. Klinikai területen újfajta műtétek bevezetését tervezik a kollégáink. Nagyon sok pénzt költöttünk, és nagyon nagy várakozásokkal vagyunk az új molekuláris, genetikai, génsebészeti módszereknek a bevezetésével. Úgyhogy egy roppant izgalmas világot élünk. Én nagyon remélem, hogy a pályázat lezárásakor azt tudjuk mondani, hogy ténylegesen meg tudom mutatni, hogy mi az a produktum, amit letettünk az asztalra.